No, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Znojmóba. Kiment szépen a Wiener Neustadt-i emeletes. Úgyhogy mi meg nem mentünk Wiener Neustadtba, mi maradunk Csehországba. Szétnézünk itt Znojmóba, ugye Mikulovot magunk mögött hagytuk. Ha esetleg nem láttad az előző cseh kalandot, akkor mindenképpen ajánlom azt a videót is. Természetesen, meg hát ezt is. Természetesen egyébként itt Csehországban nagyon király lenni. Szóval nekem azért nagy kedvencem Ausztria, és szerintem a trónról azért nem lehet majd sohasem letaszítani, de Csehország a másik nagy kedvencem. Ugye azért nekem eléggé hosszú távú, illetve nem is hosszú távú, ezt rosszul mondom, a múltban nézve eléggé távoli a kapcsolódási pontom Csehországgal, hiszen én azért még a videózásom legelején, amiből tényleg csak egy ilyen 6-7 perces kis pársnittes történet lett, Brunóval kezdtem meg a nemzetközi túráimat. Jó, akkor bevallom őszintén, nem is videózás ügyileg jöttem Csehországba, csak gondoltam, hogy ha már ott vagyok, vagy itt vagyok, akkor pársnittet lövök. És akkor 18-ból 19-re mentünk át, szilveszterkor voltam 3 napot Brünóba, úgyhogy igazából ott fogott meg először Csehország, akkor voltam először, és ott meg is fogott, és aztán ugye több ízben jártunk itt, viszont itt aludni konkrétan nem aludtunk, így tehát olyan részletes videókat nem tudtam csinálni, mint amilyen sorozatot most itt tudok csinálni nektek. És tudom, hogy ez egy picit távoli a közlekedési tematikától, de mégis azért benne van, hiszen vonattal szeljük Csehországot, de remélem, hogy azért meg fogjátok nézni ezeket a videókat, és lájkoljátok meg tetszik nektek. Egy kicsit ilyen feelingelős videó, néha ilyen is kell. Hát igen, Mikulovhoz képest azért Znojmó már egy város. Mármint, hogy úgy értem, hogy papíron Mikulov is város, de én ezt hívom városnak, hogy őszinte legyek, és ezzel nem degradálni akarok bárkit, de szerintem ez a város kifejezés, ennek nagyon alacsonyan van a léce, amit meg kell ugrani. Ezt Magyarországon is érzem. Szóval én azért városnak, például egy vásáros namént nem neveznék. Na, tehát most ez, és ezzel nem megbántani akarom őket, csak egyszerűen nem az. És tudom, hogy ezt lakosságszám szerint mérik, gondolom itt is, de én magasabbra emelném a város titulusnak a megadását. No. Közben érünk be a város központja felé. Közben mutatom nektek így a részt, ahol vagyunk. Előbb egy kislány felvette egy új TikTok videót, azt láttam. Lehet, hogy valami hatalmas, egy sztár mellett mentem el itt Csehországba. Csak engem marhára nem izgat ez a TikTokon táncolgatás. Na a lényeg, ez Znojmó, nagyon-nagyon szép, más a hangulata, más a feelingje, ott egy midibusz, ott a midibusz, gyerekek, 107-es járat, vagy nem, de, vagy 807-es, na mindegy, messze van ahhoz, hogy megállapítsam 100%-osan. Hát igen, azért más a feeling, más a jelleg, 807-es egyébként közben, mert most közelebb jött. Más a feeling, más a jelleg, mint Mikulovban lenni. Ahogy az előbb is mondtam, ez már olyan városi feeling. Itt vagyunk tulajdonképpen az egyik ilyen, hát nevezhetjük főtérnek. Egészen elképesztően jó a hangulata. Tudjátok, mihez tudom hasonlítani? Amikor Szentpöltenben jártam,
kb. Ott volt egy ilyen főtér. Bevallom őszintén, az egy kicsit szebb volt, mint ez. De hát még nem mondjuk azt, hogy nem találunk ennél szebbet, mert még itt járkálok a városba, meg majd elmegyünk a Kauflandbe, ahol még soha nem jártam, pedig Szlovákiában is van. Meg gondolom, mivel Kaufland eléggé... Szerintem az egy osztrák, nem? Vagy német cég? Na mindegy, ebben most nem akarok belemenni, de biztos, hogy van Ausztriában is, de soha nem jártam, és mindig mindenki ajánlgatja, hogy ez a legolcsóbb, oda menjél, ne a Billába. Biztos, hogy igazatok van, egyébként tényleg a Billa a legdrágább, de a lényeg, hogy szeretnék ma a Kauflandbe elmenni. Kicsit körbe mutatom, mondjuk miért magammal. Nézzük meg így. Az Noimo. Nagyon nagy tér. Nyilvános WC, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Egyébként Ausztriában és Csehországban ez azért megoldott. Tehát, hogyha el kell menni pisilni, akkor el tudsz menni pisilni. Budapesten sajnos ez egyébként az esetek 86%-ában. Hú, de precízen mondtam, 86, nem tudom. Pedig nem volt egy felmérésem erről. Szóval, hogy az esetek nagy százalékában nem tudsz elmenni. De hát, ilyen a tér, körbe mutatom nektek. És hangulatos utcákon megyünk keresztül. Nagyon szép ez a város. De azt el kell mondanom, hogy természetesen itt is vannak elég furcsa arcok. És például pont az előző téren, ahol voltam, pont miután felvettem a snittet, itt elég furcsa arcok egymásnak estek. Hát nem szó szerint, mármint, hogy nem volt fizikai bántalmazás vagy ilyesmi, de egy kis üvöltözés az volt. De hát mindenhol vannak furcsa emberek. Én azon csodálkozom egyébként, hogy panziók meg hotelek egymást érik. Még Znojmóban azt mondom, oké, azt hiszem ilyen 33 000-en lakják, de hogy például Mikulovban is egymást érték a panziók, és ezek valószínűleg akkor meg is élnek, szóval egészen elképesztő. Hát igen, graffiti az itt is van sajnos. Sose értettem a lényegét, még hogyha valami szép graffiti lenne, de nem, ezek a firkázmányok. Azt hiszem tegelésnek hívják. Nem tudom pontosan, de volt ilyen ismerősöm még gyerekkoromban, és tőle tudom. Ó, micsoda, szép helyeken járunk már megint. Hát igen, néha el kell engedni ezt a... Csak a vasúttal foglalkozunk. Természetesen Csehországról egyébként két vasúti, tipikus vasúti videóm is lesz. Meg hát nem tudom, hogy jönnek ki sorba. Innen Csehországból nem fogom tudni nektek feltöltögetni, szóval amikor már látjátok ezeket a videókat, akkor én már hazaértem. Ugyanis 4G-n keresztül esetenként 4K-s videókat. Nem minden fog kimenni 4K-ba, de a látványosabb videók szerintem 4K-ba mennek majd ki. Hát nagyon kis hangulatos, jó így sétálgatni. No, elérkeztünk a Kauflandhez. Hát mivel bent nyilván szól majd a copyrightos zene, így természetesen bent is nyitott nem fogok csinálni, de megnézzük, hogy amiről mindenki regél, hogy milyen olcsó a Kaufland, oda menj vásárolni. Hát most lecsekkoljuk, bár egyébként Csehország önmagában nem drága, tehát most nem akarok megint politikai irányzatú monológba belemenni, de Magyarországhoz képest igazából minden fillérekbe kerül. Ezt halálkomolyan mondom, tehát egyébként ezért is többek között, persze nagyon szeretem Csehországot, de többek között ezért is választottam most, mert itt egy viszonylag szerény pénzből ki lehet jönni egy ilyen, hogy így mondjam, nyaroláson. Itt vagyunk az Noimo vasútállomás előtt, itt van mögöttem egyébként az állomás, mindjárt be is megyünk, és megmutatom nektek a teljes Znojmo-Breclav vonalat. Ez egy villamosítatlan egyvágányú vonal Znojmo és Breclav között, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy milyen egy mellékvonal Csehországban. Ez egy nagyon jó sebességű mellékvonal. Nyilván biztos, hogy vannak ennél rosszabbak itt is, ahogy mindenhol vannak rossz mellékvonalak, bár egyébként pont Ausztriában szerintem egyet sem tudnék mondani, mondjuk Csehországban sem, de azt azért tegyük hozzá, hogy Csehországban még nem is vagyok azért annyira otthon a vasúthálózat szempontjából. Megnézzük kicsit Znojmót, az állomást, a környéket, és megmutatom nektek a vonalat, az állomásokat, megállóhelyeket, meg úgy egyébként az egész feelinget. Gyertek. No, ilyen az állomásnak az épülete az utcafrontról nézve. Egyébként egészen jó helyen helyezkedik el maga a vasútállomás. Láthatjátok, hogy tulajdonképpen nem a város szívében, mert a szélén vagyunk azért, de
nagyon közel volt a belvárosi rész is, hiszen itt besétáltam, és közben kimegyünk, megmutatom nektek az állomást, meg a bennálló gépeket, megnézzük, mik állnak bent. Olyan nagy meglepetésre azért nem számítok, bár ugye átjárnak ÖBB-s szerelvények, hiszen van Znojmo és Bécs között, azt hiszem, hogy Wiener Neustadtig van egyébként kapcsolat. Ő nem a mi gépünk lesz, igen. Ja nem, Meidling, Wien Meidling, pedig azt szerintem láttam Neustadti gépet is. Mi majd Breclávba megyünk a 1454-essel. Nincs egész nap órás ütem, de csúcsban van, úgyhogy csúcsban van. Itt pedig egy... Mi ez? Egy ikerbézi? Hát az. Tök halál. Már ma nem csúnyát mondtam, de jól néz ki, na. Ugye ezek a novák. Ha a bézéinket mi is újítgatnánk, akkor esetleg a régiből is tudnánk csinálni valami használhatót. Igen, jól látjátok, villamosított itt az állomás területe, például Bécs felé is villanygépek közlekednek. Nagyon jól néz ki. Ez a 914-es, nagyon szeretem ezeket, de hát már volt szerencsénk hozzájuk. Nagyon klassz. Most jön be a gépünk. 854-es sorozat. Betol. Igen, ez már a délutáni csúcs, tehát a megerősített szekcióval megyünk. Két kocsi, plusz a motor. És itt a gép. Egyébként ugye itt is az átjárók nagy többségében folyamatosan közben csilingel is, hát én így nevezném, tehát hangjelzést is ad, hogyha lezárul a átjárhatóság. Sajnos nem tudom, hogy hol vagyunk, de majd mindjárt kiderül, mert ott a felvételi épület. És ugye Szlovákiában is jellemző ez, meg Ausztriában is, de természetesen amikor egy magyar vasúti csoportban ezt bekommenteltem, akkor te vagy a hülyek lett, én hát ezért a lakosság hogy felháborogna, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tudtam, hogy akkor is ez nekem szólt, tehát inkább a személyem ellen szólt, mint az ellen, hogy most jót mondok-e vagy sem. Mert ugye bizonyos embereknek én nyilván nem mondhatok jót. De nem hülyeség egyébként, és rengeteg életet menthet meg. Csepcsák nénit meg, ha zavarja, az kit érdekel.